Sok szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit. Valószínűleg az itt jelenlevők többsége tudja azt az elég meghökkentő adatot, hogy a 15-18 éves kevesebb, mint 20%-a tanul pénzügyi-gazdasági ismereteket. Nyilván azt kevesebben tudják, hogy a megkérdezett fiatalok közel kétharmada szerint a versenytörvény, amivel a gazdasági versenyhivatal dolgozik, szabályozza a sportrendezvények rendjének fenntartását. Ehhez hasonló eredmények fognak kiderülni ebből a kutatásból, és most nem térek ki külön arra, hogy a gazdasági versenyhivatal mivel foglalkozik, ez majd ki fog derülni, hogy mivel foglalkozunk, és mivel nem foglalkozunk. A gazdasági versenyhivatal másfél évtizede méri a versenykultúra magyarországi állapotát, a tevékenységünkkel kapcsolatos véleményeket, valamint a versenyjoggal kapcsolatos ismereteket. A kutatás fókuszában, amit tavaly végeztettünk el a MASMI-val, az alábbi témakörök szerepeltek. A gazdasági pénzügyi ismeretek, információk iránti érdeklődés, az ismereteket honnan szerzik a fiatalok, fogyasztói döntéshozatal tudatossága, valamint a gazdasági versennyel kapcsolatos tájékozottság, attitűd a fiatal felnőttek és a középiskolás korosztály körében. A kutatást személyes kérdőíves interjúkkal végeztette a MASMI, tekintettel a korosztály sajátosságaira. 17. április 8 és 27-e között történt meg a felmérés, mint ahogy említettem, a 15-18 és a 18-29 éves korosztályban magyarországi lakosok között nem iskolatípus, iskolai végzettség, település típus szerint, korcsoportonként 300, azaz 600 fős mintán, 28 kérdésből állt, és mint ahogy említettem az előbb, tekintettel voltunk a korosztályra, és csak 12 percet vett igénybe, és a MASMI készítette el. Az első kérdésünk az az volt, hogy mennyire érdeklődik ön a gazdasági kérdések, információk iránt. Mindkét korcsoportban minimális a pénzügyi-gazdasági ismeretek iránti intenzív érdeklődés. Noha a gimnazisták valamelyest érdeklődőbbnek tűnnek, mint a másik két iskolatípus tanulói, a mért értékek az ő esetükben sem mutatnak szignifikáns különbséget az átlaghoz képest. A felsőfokú végzettségűek érdeklődését tükröző átlag ugyan szignifikánsan magasabb a teljes korcsoport átlagánál, mégsem éri el az elméleti, azaz a kettő és feles átlagot. Településtípus szerint eltérés csak a 19-29 éves korcsoportban mértünk, a fővárosiak és a városiak átlaga magasabb, a községieké pedig alacsonyabb, mint az összesített átlag. Megkérdeztük azt is, hogy honnan szerzi az ismereteit. Adtunk nekik választási lehetőséget is, hozzátartozó internet, iskola, munka, barátok, ismerősök, tévé, közösségi oldal, rádió, nyomtatott sajtó vagy szakirodalom. Mindkét korcsoportban a hozzátartozók és az online média játszotta a legfontosabb szerepet, nem meglepő módon. A fiatalabbak esetében a hozzátartozók, a 19-29 éves korosztályban pedig az internet került az első helyre. A szakirodalom, a nyomtatott sajtó és a rádió elenyésző szerephez jut az ismeretek gazdagításában. Sem iskola, sem iskolatípus tekintetében nem találtunk szignifikáns eltérést a 15-18 évesek körében a korosztály átlagához képest. Azt is megkérdeztük, hogy a pénzügyi ismeretek iránt érdeklődők és a teljes korcsoportnál az átlag mit hoz. A szakirodalom kivételével az érdeklődők esetében valamennyi információforrás sokkal nagyobb gyakorisággal szerepel, mint a teljes korcsoportban kapott átlag. Az így módon fókuszba kerülő szegmensekben nem csak az idősebb korcsoportban, egyértelműen az online médiai a vezető szerep. Azt is megkérdeztük, hogy ha a közösségi oldalakat is felhasznál gazdasági kérdések, információk forrásaként, akkor melyek ezek? Az arányok azok hasonlóak voltak, a Facebook vezető szerepe megkérdőjelezhetetlen, a YouTube-ért a közösségi oldalakon pénzügyi gazdasági ismeretekre is szertevő válaszadók egyharmada említette.
Bár hiba határon belül vannak a különbségek, az arányok azt sejtetik, hogy a Snapchat inkább a 18 évesnél nem idősebb, míg a Twitter inkább a 18 éven felülieket érik el, legalábbis a pénzügyi gazdasági információk közvetítésében, de gondolom nem csak abban. Megkérdeztük azt is, hogy a Facebook zárt csoporton keresztül szokott hozzájutni gazdasági információkhoz. Mindkét korcsoport egymáshoz igen közel álló eredményt produkált. Jobban a számok arányok mögé nézve azonban megállapítandó, hogy a Facebook zárt csoporton keresztül pénzügyi gazdasági információkhoz jutó érdeklődő fiatalok a 15-18 éves korosztályban 7%, a 19-29 éves korosztályban 9% mindösszesen. Érdekességképpen megemlíteném, hogy mindössze két 15-18 éves és 4-19-29 éves válaszadó jelezte, hogy a LinkedIn zárt csoporton keresztül is hozzászokott jutni pénzügyi gazdasági információkhoz. Következő kérdésünk az az volt, hogy tanul vagy tanult korábban a középiskolai vagy szakiskolai oktatás keretében pénzügyi gazdasági ismereteket. A 15-18 évesek kevesebb, mint 20%-a tanul pénzügyi gazdasági ismereteket. Ezt a képet nem javítja az sem, hogy a megkérdezettek egy része még most is középiskolai tanulmányainak az elején tart, hiszen a 18 évesek körében is csupán 27%-ot mértünk. A 19-29 évesek esetében a végzettség egyértelműen determinálja az arányokat. Elgondolkoztató viszont, hogy még a felsőfokú végzettségűek több mint egyharmada is úgy véli, hogy nem részesült annak idején ilyen irányú képzésben. Azt is megkérdeztük, hogy vette részt tanulmányi versenyen vagy vetélkedőn. A 15-18 éves korcsoport közel egyharmada vett már részt iskolán kívül szervezett tanulmányi versenyen. A gimnazisták járnak az élen ebben a tekintetben, az átlaghoz képest szignifikáns eltéréseket azonban nem mértünk. Az idősebb korosztály kisebb hányadban emlékszik vissza ilyen jellegű megmérettetésre. Ugyanakkor itt egyértelműen kimutatható a végzettségi szint és az igen-válaszok aránya közötti egyenes összefüggés. Következő kérdés az volt, hogy mi motiválta, hogy elinduljon egy vetélkedőn, versenyen. A motivációk között mindkét korcsoportban az érdeklődés került az első helyre. Az idősebbeknél ez messze kiemelkedett a többi tényező közül, míg a fiatalabbaknál kevésbé. Beszédes, hogy még a 19-29 éveseknél 71%, addig a 15-18 éveseknél csak 46% válaszolta, hogy a versenyen való indulást jelentősen motivált az érdeklődés. A fiatalabbaknál inkább a tanárok, barátok ösztönzése, az idősebbeknél az élmény, az elismertség és a továbbtanulási esélyek megnövekedése jutott relatívan nagyobb szerephez. Mindkét korcsoportban valamennyi ösztönző mutatószáma meghaladta az elméleti, azaz 2,5-es átlagot. Egyéb motiváló tényezők között a tapasztalatszerzés iránti igény, a kihívás, a kíváncsiság és a véletlen szerepelt egy-egy említéssel. Megmértük a gyakorlati piactudatosságot is. A gyakorlati piactudatosságot a korábbi komplex versenykultúra felmérésekben szereplőkhöz hasonlóan 4 kérdéssel vizsgáltuk. Mivel itt a legfiatalabb korosztályokra kellett fókuszálni, a kérdéseket kiegészítettük, illetve hozzáigazítottuk a korosztály sajátosságához. Az első kérdés az volt, hogy el szokta ön olvasni az apróbetűs részeket is, amikor magánszemélyként vásárol, megrendel, előfizet valamire, vagy szerződést költ egy szolgáltatóval. Az idősebb korosztály érthető módon magasabb átlagokat produkált, mint a fiatalabb. Az iskolatípus végzettség alapján viszont csak egyetlen szignifikáns eltérést regisztrálhattunk. A felsőfokú végzettségűek az átlagost statisztikailag is jelentősen mértékben meghaladó gyakorisággal szokták elolvasni az apróbetűs részeket. A következő kérdés, mint ahogy mondtam, hogy a korosztály sajátossághoz igazítottuk, megkérdeztük tőlük, hogy elolvassák a felhasználói feltételeket, amikor mobil applikációkat vagy játékokat töltenek le vagy vásárolnak. A körültekintés mértéke mindkét korcsoportban alacsonyabb volt, mint az apróbetűs szerződések elolvasásakor. Érdekes módon ebben a megvilágításban nem csak a felsőfokú végzettségűek és a gimnazisták, hanem az alapfokú végzettségűek is az átlagot meghaladó mértékű mutatószámokat produkáltak. A következő kérdés az pedig arra vonatkozott, hogy a
Elolvassa a játék vagy akciószabályzatát, feltételeit, ha kuponakcióban vagy nyereményjátékban vesz részt. A kuponakciók és nyereményjátékok feltételeinek elolvasási gyakorisága nagyjából ugyanazt a képet tükrözi, illetve ugyanazokat a mutatószámokat produkálta, mint az apró betűs részek elolvasása vásárláskor, megrendeléskor. Feltettük azt a kérdést is, hogy tegyük fel, most kellene dönteni arról, milyen internetes, mobil vagy pénzügyi szolgáltatót vesz majd igénybe a jövőben, melyik állítás jellemző önre inkább. Mindkét korcsoportban 70% fölött van azok aránya, akik nem egy, hanem több lehetőséget is megvizsgálnak szolgáltató választáskor, sem a korcsoportok, sem az iskolatípus, illetve végzettség tekintetében nem volt felfedezhető a különbség. A fiatalokat az iménti 4 kérdésre adott válaszaik alapján 3 a gyakorlati piactudatosság szerint kialakított csoportba soroltuk. Következetesen piactudatos fogyasztók azok, akik legtöbb esetben vagy minden alkalommal elolvassák a részleteket, feltételeket, az apróbetűs részeket és a szakember választásnál is alternatívában gondolkoznak, ők azok, akik körültekintően választanak. A nem piactudatos fogyasztók azok, akik magánszemélyként nem próbálnak élni a versenypiacok adta lehetőséggel, illetve nem mutatnak igényt az ezeken szükséges alaposabb tájékozódásra a két kiválasztott fogyasztói döntési helyzetben. Azaz többnyire nem olvassák el a részleteket, feltételeket, az apróbetűs részeket, és nem keresik az alternatívákat. Ők benyomások alapján választanak, a változóan piacsatos pedig, amik egyik csoportban sem sorolhatóak. A gyakorlati piacudatosság mutatószáma a 4 kérdésre adott válaszok alapján azt mutatja, hogy mindkét korcsoport összesített mutatószáma meghaladta az elméleti átlagot, a 2-est. Noha az idősebbek valamelyest tudatosabbnak tűnnek, az eltérés nem szignifikáns. Az iskolatípus szerint nincs különbség, de a végzettség tekintetében igen, a felsőfokú végzettségűek mellett az alapfokú képzettségűek is az átlagosat jelentősen meghaladó mértékben tekinthetők piactudatosnak. A gyakorlati piactudatosság mind a 15-18, mind a 19-29 évesek körében magasabb az átlagnál a pénzügyi-gazdasági kérdések iránt érdeklődők esetében. A következő kérdés a megkérdezettek versenyattitűdét mérte. A korábbi komplex versenykultúra felmérésekben is alkalmazott standard kérdésre, azaz ön szerint melyik kívánatos változat a következők közül, ha kizárólag a piaci versenyszerepe, ha döntő a piaci versenyszerepe, ha azonos mértékű az állam és a piaci versenyszerepe, ha döntően az állam szabályoz, ha kizárólag az állam szabályoz, az alábbi megállapítás született. Mindkét korosztályban az állam és a piaci verseny szerepének egyensúlyát tartják a legnagyobb hányadban kívánatosnak. Ez a fiatalabbaknál az abszolút, az idősebbeknél viszont csak relatív többség véleménye. Ugyanakkor a piaci verseny prioritását kívánatosnak vélők hányada, a fiatalabbaknál 2,5-szeresen, az idősebbeknél pedig 4-szeresen haladja meg az állam szerepének dominanciájára szavazókéit. Az arányok mellett az átlagok is azt sejtetik, hogy a 19-29 évesek versenypártisága erősebb, mint a 15-18 éveseké. Az iskolatípusra fókuszálva gyakorlatilag csupán elenyésző különbségeket látunk, az átlagok szinte teljesen megegyeznek. Ugyanakkor a felsőfokú végzettségűek piacpártisága meghaladja a korcsoporti átlagot. Egyéb szempontból egyetlen szignifikáns eltérést tudtunk kimutatni, a gazdasági kérdések iránt érdeklődők a korcsoport átlagánál kevésbé piacpártiak. A felmérés eredményei lehetőséget nyújtanak a versenyhez való elvi hozzáállás és a gyakorlatban tanúsított piactudatosság együttes vizsgálatára is. A gyakorlati piactudatosságot a korábbiakban már definiáltuk. Ebben a felosztásban az egyszerűség kedvéért összevontuk a változóan piactudatos és a nem piactudatos kategóriákat, és piactudatos fogyasztónak csak a következetesen piactudatosokat neveztük, akik elolvassák az apróbetűs részeket is. A deklaráltan versenypárti kategóriába tartozás feltétele az, hogy a válaszadó kívánatosnak tartsa a piaci verseny dominanciáját, azaz azt, hogy kizárólagos vagy döntő legyen a piaci verseny szerepe a gazdasági folyamatokban. A két dimenzió alapján 4 különböző csoportba lehetett besorolni a korosztályt. A 15-18 évesek körében a válaszadók mindössze 8%-áról mondható el, hogy egyszerre deklaráltan versenypárti és piactudatos,
24%-uk csak versenypártinak mondható, piacudatos fogyasztónak nem. 23%-ukra jellemző a piacudatosság, de a versenypártiság nem. A legnagyobb tábort, azaz 44%, a sem nem piacudatos, sem nem versenypártiak alkotják. A 19-29 évesek versenypártisága jelentős sem, piacudatossága viszont csak elhanyagolható mértékben haladja meg a fiatalabb korcsoportban mért szintet. A gazdasági verseny pártolása vagy elutasítása nem kis mértékben hat a verseny intenzitásáról kialakult véleményre. Megkérdeztük, hogy ön személy szerint hogy érzi, milyen mértékű a gazdasági verseny a mai Magyarországon az ideálishoz képest. A 15-18 évesek körében 39%, az idősebb korcsoportban viszont 52% azoknak az aránya, akik intenzívebb gazdasági versenyt tartanának kívánatosnak. Megkérdeztük azt is a fiataloktól, hogyha vásárló, illetve magánszemélyként, hogy érzi, milyen mértékű a gazdasági verseny a mai Magyarországon az ideálishoz képest. E kérdés előtt a szolgáltatás, az élelmiszerpiac és a műszaki cikkek piacára külön-külön rákérdeztünk, úgyhogy ez egy összefoglaló táblázat. Az összefoglaló táblázatból három legfontosabb következtetés. Az idősebb korosztály erősebb versenypártiság abban is megnyilvánul, hogy minden területen nagyobb hányadban élénkítenek a versenyt, mint a fiatalabbak. A verseny általános élénkítése iránti igény mindkét korosztálynál valamelyest erősebb, mint ami az egyes területek kapcsán megnyilvánul, és mindkét korcsoportban a budapestiek szeretnének az átlagos jelentősen meghaladó mértékben élénkülést a versenyben. Ezen kívül rákérdeztünk arra is, hogy hallott-e ön már a versenytörvényről, és tudomása szerint mi a célja a versenytörvénynek. Az ismertség három fokozatát különböztettük meg. A tájékozatlan, azaz nem hallott róla, korlátozottan tájékozott, aki hallott már róla, de az utóbbi hónapokban nem, és a harmadik a folyamatosan tájékozott. A 15-18 évesek 13%-a, még a 19-29 évesek 24%-a hallott már a versenytörvényről. Az átlagosnál magasabb arányt mértünk a 19-29 éves felsőfokú végzettségűeknél, valamint azoknál a 15-18 éveseknél, akik tanultak valaha pénzügyi-gazdasági ismereteket. A fiatalabb korcsoportban 4%, az idősebbeknél pedig 10% azok aránya, akik az elmúlt néhány hónapban is hallottak a versenytörvényről, azaz folyamatosan tájékozottak. Ha a versenytörvényről legalább hallomásból tudok arányát a törvény céljának ismeretét vizsgáló kérdésre adott válaszokkal kombináljuk, megállapíthatjuk, hogy a 15-18 évesek körében a 13%-ról 4-re, míg a 19-29 éves körében 24%-ról 14%-ra kell szűkítenünk a valós ismerettel rendelkezők körét. Megkérdeztük azt is, hogy hol hallott a versenytörvényről. Noha a gazdasági kérdések közvetítésében a televízió csak a rangsor közepetáján helyezkedett el, mint ahogy láttuk az elején, a versenytörvényt illetően mindkét korcsoportban önállóan vagy megosztva vezeti az említési gyakoriság szerint felállított listát. Az online média 19-29 évesek körében a televízióval megegyező fontossággal bír ugyan, de a fiatalabb korcsoportban már jóval kisebb szerepet tölt be. A 19-29 éveseknél a munkahely követi a televíziót és az internetet, a versenytörvényt ismerők közül minden második megemlítette ezt az információforrást is. A viszonylag kis szerephez jutó információforrások közül a fiatalabbaknál a közösségi oldalak, az idősebbeknél pedig a nyomtatott sajtó, a rádió és a szakirodalom bír nagyobb relatív súllyal. A 15-18 évesek körében az, aki érdeklődik a gazdasági kérdések iránt, az iskolai tanulmányokat szignifikánsan magasabb, 61%-ban jelölte meg, mint ismeretszerzési forrást. Megkérdeztük, hogy a versenytörvény rendelkezik-e a vállalkozások, cégek gazdasági ügyeire, a politikusok politikai ügyeire, a jogászok, ügyvédek etikai ügyeire, a sportversenyzők sportolói magatartására, illetve az állampolgárok ügyeire általában. Egyértelműen az idősebb korosztály tekinthető tájékozottabbnak, különösen érvényes ez a megállapítás, az egyetlen igaz, azaz a vállalkozások, cégek gazdasági ügyei, és az egyik megtévesztő állításra, a sportversenyzők, sportolók magatartására.
Az ismeretek törékenységére utalnak felmérésünk azon eredményei, hogy közel kétharmad volt a téves válaszok aránya a mindkét korcsoportban, a versenytörvénynek az állampolgárok ügyeit is átfogó hatókörét illetően, miként a 15-18 évesek közel kétharmada a sportra is kiterjesztette a versenytörvény hatókörét. Azt is megkérdeztük, hogy ön szerint célja-e a versenytörvénynek a tisztességes gazdasági verseny fenntartása, a fogyasztók tájékozottságának biztosítása, a magyar gazdaság védelme a külföldi vállalkozásokkal szemben, a vállalkozások védelme a versenytársakkal szemben, a KKV-k támogatása, a multinacionális cégek támogatása, illetve a sportrendezvények rendjének fenntartása. A versenytörvény céljait illető ismeretek esetében már nem egyértelmű az idősebb korcsoport fölénye. A két valós állítás esetében a fiatalabbak tűnnek tájékozatlanabbnak, de a hamis állításoknál már meglehetősen vegyes a kép. Sőt, a külföldi vállalkozásokkal, illetve általában a versenytársakkal szembeni védelem, már aki hallott a versenytörvényről, 19-29 évesek mintegy 80%-a szerint beletartozik a versenytörvény céljai közé, miközben csupán 60-65% a téves vélekedések aránya a 15-18 évesek ide vonatkozó válaszaiban. A két korcsoportban egyformán magas, közel 3/4 volt annak a téves elképzelésnek az említési gyakorisága, hogy a versenytörvény egyik célja a KKV-k támogatása. A gazdasági versenyhivatal által készített közvéleménykutatás alapján mind a középiskolások, mind az iskolából az elmúlt években kikerült fiatal felnőttek minimális mértékben érdeklődnek a pénzügyi gazdasági ismeretek iránt. Az oktatást a pénzügyi gazdasági ismeretek közvetítésében megelőzik az egyéb információforrások. A 15-18 évesek kevesebb, mint 20%-a tanul pénzügyi gazdasági ismereteket, a 18 évesek körében ez 27%, de a felsőfokú végzettségűeknek több mint egyharmada sem emlékszik arra, hogy részesült ilyen jellegű oktatásban. A felmérés során adott válaszok alapján mind a fiatal generációk gyakorlati fogyasztói tudatossága és versenypártisága, mind a szabályozásra vonatkozó alapvető elméletei ismereteik további fejlesztésre szorulnak. A pénzügyi gazdasági ismeretek ennek keretében a versenyre vonatkozó ismeretek oktatása hatékony és eredményes eszköz a diákok gazdasági kompetenciáinak és gyakorlati tudásának a fejlesztésére. Köszönöm szépen a figyelmüket, és akit érdekel maga a kutatás eredménye, az a gazdasági versenyhivatal oldalán a versenykultúra felmérések között megtalálja részleteiben is. Köszönöm szépen a figyelmüket.